És akkor a mai adásban jöjjön az a videó, amire én már évek óta készülődök, de eddig mindig csak halogattam, én meglátogatom. Itt vagyunk kis Zomboron, ahol egy 5 hektárnyi területen egy igazi kukorica labirintusban vehetünk részt, hiszen minden évben július közepétől egészen augusztus 20-áig itt szokták megrendezni a Kukorica Útvesztő Fesztivált. Na most remélem, hogy az időjárás is egy picikét mellettünk lesz, ugyanis amikor még elindultunk, százágosított a nap, most pedig ilyen viharosnak készülő idő jön, hát remélem, hogy meg fogjuk úszni, és akkor vágjunk is bele! Nekem egyébként erről a kukoricásról a Jelek című film jut az eszembe, amikor Mel Gibson ugye éjszaka a kukoricásban találkozik egy földön kívülivel. Igazából szerettem volna egy olyan időt választani, amikor százágra süt a nap, és kevésbé ilyen zivataros, ugyanis egy picikét csapkod az eső is, és ahogy láttátok, szerintem mire beérünk, illetve ki, viszont a kiáratra addigra elég szépen fel fogjuk szedni a sarat. Sir Duxford, merre menjünk? Ön szerint? Arra? Akkor nyomás. Az a probléma, hogy az eső egyre jobban elkezdett esni, és ha ránk fog zúdulni a vihar, ide nem menjünk, itt Zsák utca. Szerintem ez a helyes út. Igazából ez egy picikét ilyen csillagosfény labirintus feeling, amikor ópuszaszeren bejártuk a csillagosfény labirintust, bár most mi egy kicsikét kényes időt választottunk, ugyanis egy picikét nagy a sár. Szóval itt mentünk be, ez egy kör, szerintem most itt vagyunk eltévedve. Balra kellett volna mennünk, vagy jobbra? Igen, igen, jól láttam a térképen, itt van az a kis húvoldal, csak az egyedüli probléma, amit nem tudom, hogy látni-e, az, hogy ennyire van sár, szóval mire körbejárjuk és kiérünk, hát szép lesz. Imádom, mikor ilyen nagy az út, akkor azt jelenti, hogy jófele haladunk, rosszabb esetben most arra is mehetnénk, de szerintem a Zsák utca, hallgassatok rám, menjünk erre. Ez mind elfogyasztott sör? Aki idáig eljött, az mind ennyit megivott. Na és mi a kérdés? Milyen színű háromszög mutatja az útvesztő kiáratát? Szerintetek? Szerintem kék. Igazából 6 óra 50 van, tehát egy óra hosszánk van, hogy megtaláljuk a kiáratot, úgyhogy húzzunk bele, vagy ránk szakad az ég. Igen, itt találkoztunk velük az előbb össze. És utána ők szerintem tovább mentek. Itt egy ilyen fajta kör van, amit itt ki lehet kerülni, és arra mentek. Hát most teljesen elvesztünk. Vagy arra, vagy arra. Hát valamerre menjünk. Halljátok ezt? Igen. Egy kellemes kis mennydörgés, úgyhogy bele kell húznunk. Így dacolva a sár és az eső ellenére. Úgyhogy turbó verzióba okosan kell használnunk a térképet, mert egy picikét már én is türelmetlen kezdek lenni, ugyanis egy óra múlva bezár a hely. A lehető legjobb időt választottuk szerintem erre.
Ugye ez lenne a levélforma, és itt kellene lefordulni majd valahol az úton, emelre. Nagyon ne álljunk meg, valamerre menjünk, mert itt fogunk ragadni. És este 8-ra vihart ír, egy óra múlva, de lehet, hamarabb jön. Valami alternatíva csak van, tehát hogyha Zsák utcába is kerülünk, akkor is megtaláljuk a helyes utat, csak ne álljunk meg, az a lényeg. Ne álljunk meg, mert az időveszteség. Bianca, mutasd már a cipőd. Az komoly. Te, fiam? Az szép. És még szerintem a közepén se vagyunk. Na menjünk, mert itt fogunk ragadni. Hát vihar, azt nem tudom. De hogy szép az ég, azt igen. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Igen, most vagyunk ebbe a kis négyzetbe. Azért mentünk körbe-körbe. Szerintem ez a vihar felénk jön. Nem, az a probléma, hogy pont most vállaltuk be ezt a kukorica útvesztőt, amikor így az időjárás megtréfál minket, vagy nem tudom. Erre még tudunk menni. Csak ha megint Zsák utcába kerülünk, mint az előbb, akkor nagyon jó lesz. Szerintem még teljesen nem vagyunk még a kiárat felesen, nem tudom ez a térkép egyébként, hogy... Hát nem tudom. Szerintem ugyanaz megyünk vissza, ahol voltunk, nem? Valahogy olyan utat kellene találni, ami így balra vezetne. Ezt már sokszor láttuk, nem? Mindig a vastag út. Várjátok, lesz itt valami? Nagyon jó. Na, most hol lehetünk vajon? Hány nézet található a képen? Na, matematika zsenik. Farkas Bianca 4. osztály, Farkas József 2. osztály. 18. Biztos? Igen. Mutasd meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hát az nem annyi. 2, 3, 4. Figyelj, elég, hogyha ezt összeadod. 4, így is 4, ugye ez így 16. 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24. Igen, és akkor most a 24-el mit tudunk csinálni? Ez már kifeküdt, ő már nem tudott tovább menni. Szerintem ő is itt ragadt, mint ahogy mi is. Na, merre menjünk? Amerre az út található. Illetve jó lenne a térképen megnézni, hogy most... Igen ám, csak hogy tudjátok, hogy most ez hol lehetett ez a kérdés. Hogy be tudjuk határolni, hogy akkor végül most merre menjünk, mert... Most arra is van egy út, meg arra is van egy út. Megkaphatom egy kicsit. Tessék itt a térkép, de én megyek előre, én nem fogok megállni. Szerintem teljesen nem vagyok megint jó irányba. Igen, kilátónak még nyoma sincs. A kilátó akkor lesz, ha felteszem ezt a kamerámat, és magasra, nagyon magasra felemelem, és az lesz a kilátó, amit ott fogok látni. A térképen, vagy a térképnek én már nem hiszek. Ugyanis nézzétek meg, megint itt vagyunk, és megint szerintem, nem, azt hittem Zsák utca. Én most tudom, hol vagyunk. Ez a harang. Itt vagyunk most a harangnál.
Igen. Most nem arra megyünk. Papírformás szerint. Még a másik alatt is meg kell, igen. Bianca, hogy bírod? Nem vagy már fáradt? Fáj a lábam, de megérzés vagyok. És te? Éhes is vagyok, idegesít a dörgés is megérzés. Idegesít a dörgés, de már nem dörög az ég. Elment a vihar. Elment, csak úgy nézem. Igen, most itt erre. Várjatok, most én fogok navigálni. Tehát, igen, most ezt kövessük, ezt az utat. Ez egy hosszú lesz. Egy picit erre. Most vagyunk be, és itt kell lenni kettő útnak, ami a kiárathoz vezetne. Ez lenne az a kis csalás. Nem, tovább nem megyünk, erre megyünk. Láttatok mekkorát villámot? Hát minden elismerésem, aki ezt a labirintust létrehozta, azért tud okozni meglepetést az útszakasz. És nem is az a probléma, hogy talán mondjuk, hogy kitalálunk, vagy nem találunk ki, hanem hogy igazából ránk fog esteledni. Nem tudjuk, hogy itt ez a vihar, ami itt játszik, most muzsikál a fülünk mögött, hogy mi lehet, és már megint egy zsákutca. Vissza! Olyan utat keresünk, ahol még nem voltunk is nagyjából, nehogy visszamenjünk teljesen, mert akkor az se jó. Már több mint egy órája itt vagyunk, én most levágom. Itt most van egy út, amit nem tudok hova tenni. Vagyis, ez már lehet, hogy nem is az út része. De várj, ez kitaposás, ez az út. Hát jó, csak most a térképen egy olyan helyre mentünk be, ahol nem lenne szabad. Mert ez már nem a térkép része. De várjatok, már itt van valami tisztás, vagy nem tudom, napraforgó. Most vagyunk a végén. Csak nem jöttünk. Ó, de jó. Vagy most hol lehetünk amúgy? Most ez a kijutás a napraforgó? Igazából, ugye ezt a harang, ennél a harangnál láttuk, amit kellett. Igen. Ennél nem voltunk. Igen. Innen átjöttünk, a következő harangnál meg ezt is volt, itt is látok, és most itt vagyunk kint a napraforgónál. Úgyhogy, de most mi értelme lett, hogy most a százas lett volna a nem tudom, hogy itt van egy kilátó, és akkor... Nem, itt a kijárat, és itt van a kilátó. Én úgy voltam vele, hogy az a lényeg, hogy az egyik oldalon bemész, illetve a másik oldalon ki, de itt meg le van taposva teljesen a kukoricás. És szerintem nem is a kiárathoz fogunk megint menni. Az is lehet, hogy majd is jártunk. Én már nem tudom, hogy hol vagyunk. Igazából lehet jobban járnánk, hogy ha azt néznénk, hogy ugye arra van ugye a napnyugta, tehát arra kell menni, ott arra lett a kiárat. Tehát jobban járnánk, hogyha egyenesen mennénk, értitek, full egyenesen, és nem mennénk ilyen csacskaringon, mert arra kell lennie. Tehát mindig az a lényeg, hogy valahogy ott. Csak hát ez mondjuk így szabálytalan, mert ez nem a... Mert nem ez lett volna a lényeg, hanem a térkép szerinti. De hát most úgy elvesztünk itt, erre is már voltunk, fogadjunk. Akkor igazából most meg kellett találnunk azt a harangot, ahol még nem jártunk, de akkor teljesen vissza kell mennünk az elejére. Most
Hát igen. Most balra vagy jobbra? Nem tudom. Ez a, most vagyunk annál a kis körnél, vagy a nézetnél, ami zsákutca volt. Csak már nehezebben tudok menni, mert a cipőm annyira tele ment sárral, hogy már... Én az ilyeneket szeretem, amikor ilyen egyenes utak vannak, látjátok? Egyébként a karomat azt... Nézzétek már meg a karotokat, a kukoricás az jó. A kukoricának a szára az jó össze. Karistolta neked is, Bianca? Nem? És akkor most hova? Ott az út. Ne foglalkozunk vele, itt van valami út. És megint az, hogy én vagyok a vezető. Itt most átvágunk. Most már egy picikét muszáj valamilyen szinten csalnunk, mert az a baj, hogy mi nagyon nem követtük a térképet, és ráleltünk a három harangra, de valamit nagyon bénán csináltunk, mert az elsőre nem leltünk rá. Mi azt akartuk, hogy minél jobban a közepibe menjünk, és átmenjünk, csak azt ugye sikerült a végre menni, csak most már a kiárat. Én még nagyon szeretném megtalálni azt a harangot, ahol nem voltunk, és a kijáratot, ugye, ahol bejöttünk. 753, az jó. 7 perc múlva. Sziasztok! Mi még a bejáratnál a jobboldali harangot nem találtuk. Mi már így kimentünk teljesen végig, a napra forgó ki, most már úgy megyünk vissza, de... Azon a szélén lévőt, azt mi se. Én is azt keresnénk, mert azt nézzük, azért próbáljunk ezen a szinten, mert arra van a bejárat, tehát úgy, hogy... Igen, és ugye innen, ha így állunk, akkor balra... Már csináltunk olyat is, hogy levágtunk olyat, ahol nincs is út, tehát... Akkor jó igazából. Akkor jó el van rejtve. Akkor a 4 harangból nektek se sikerül, csak 3? Az jó. Szerintem, ha jó utat választottunk, akkor meglátjuk... Milyen nagy fa? Hatalmas. Milyen fa? Hát igen, csak az meg nem biztos, hogy a kiárat. És akkor kanyarodjunk le. Várjál. Szerintem, aki ezt a videót megnézi, az már jobban elszédült, mint mi. Az jobban azt keresi a kiáratot, már nem mi. Tudod, szurkol, hogy itt nem maradjunk. Nem ez volt a bejárat? Vagy ez aki? Kiárat! Ezt most nem mondod. Ez szép. Na gyerekek, újra! Nos, ennyi fér bele a mai videóba, ez volt itt Kiszomboron a Kukorica útvesztő. Találkozunk legközelebb, remélem, hogy a Banya néni elvisz, mert én már nagyon sokat gyalogoltam, úgyhogy menjünk egy kört? Na, találkozunk legközelebb, sziasztok, és nézzetek meg az elmúlt videókat is. Valahogy így. Így. Jó. Banya néni, mehetünk? Oké, akkor megyünk.